Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket a Kultúrpercek kulturális magazin műsorunk soron következő adásában. Egy különleges helyszínről, az általános iskola zöld kertjéből jelentkezünk. Lássuk, milyen események voltak az elmúlt hétvégén. Az elmúlt esztendők hagyományait követve, a tanév végéhez közeledvén a pedagógus nap alkalmából ünnepséget szerveztek a Kondorosi Petőfi István általános iskolában. Az általános iskola tanulóinak színvonalas műsorát követően Ribárszky Péter polgármester úr köszöntötte a megjelent aktív és nyugdíjas pedagógusokat, dolgozókat. Ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a Kondorosi iskola pedagógusainak, tanítóinak, tanárainak és dolgozóinak a munkája nagyon értékes Kondoros város számára. A további feladatokhoz sok erőt, türelmet, kitartást, jókedvet és örömöt kívánt. Az elmúlt hétvégén, június 10-én szombaton került megrendezésre a konditúra, immáron 6. alkalommal. A program kezdetén Ribárszky Péter polgármester úr köszöntötte a megjelent sportolni vágyókat, majd Kovács Anita, az előző év díjazott sportolója köszönte meg a támogatást, melyből az idei évre nagyon hasznos sportfelszereléseket vásároltak, és ezek segítették az elért sikereit, majd köszönetet mondott a ranglista vezető helyért felkészítő edzőjének, Litauszki Lászlónak. A futás és kerékpározás előtt Litauszki László mester tartott közös bemelegítést a nagy létszámban megjelenteknek a csárda előtti téren. A 6. konditúra eredményei a következők. 10 km futva teljesítve női kategóriában első Vaszkó Dóra, második Kasnyikné Svitán Ildikó, harmadik Szigeti Laura, Vaszkó Martina. 10 km futva teljesítve férfi kategória, első ifjú Vaszkó László, második Vaszkó László, harmadik Lestján Róbert. A legfiatalabb induló Melis Marcell volt ebben a kategóriában. 10 km kerékpárral teljesítve női kategória, első Varga Lászlóné, második Varga Opauszki Melinda, harmadik Macik Csenge. 10 km kerékpárral teljesítve férfi kategóriában, első Pusztai Olivér, második Fekete Gábor, és harmadik Petrovszki Tamás. A legfiatalabb induló Litauszki Anna volt. 30 km futva teljesítve első Pjesovszki Roland. 30 km kerékpárral teljesítve női kategória, első Zsiak Tímea, második Brusnicki Gyöngyi, harmadik Litauszkiné Szigeti Ágota. 30 km kerékpárral teljesítve férfi kategória, első Horcsok Zsombor, második Dr. Szarka Gábor, harmadik Kasnyik Viktor. A legfiatalabb induló Varga Bendegúz volt. Gratulálunk a versenyzőknek, a résztvevőknek és a díjazottaknak. A konditúrán 4. alkalommal került átadásra a Kondoros Ifjú Tehetséges Sportolói díj, melyet a Blue Gym Aerobic Egyesület kiválósága Vaszkó Dóra kapott. Vaszkó Dóra több sportágban is kiemelkedő eredményt ért el. Kézilabda, atlétika és aerobik sportágakban. Az Andrássy Gyula középiskola tanulójaként futásban, csapatban és egyéniben is bejutott az országos döntőben. Aerobikban a 2016-os évben országos versenyeken 3 bronz, 1 ezüst és 1 aranyérmet szerzett. Minden edzésen és edzőtáborban ott van, oszlopos tagja a Blue Gym Egyesületnek. A konditúra díjait a versenyszámok után Opauszki Anita, a Kondi Kondoros Ifjúságért Közhasznú Alapítvány vezetője adta át. A folytatásban is maradjunk a sportnál, labdarúgás. Az elmúlt héten beszámoltunk a labdarúgó megyei első osztály befejező fordulójáról. Akkor örömmel nyugtáztuk azt, hogy a Kote csapata a bajnokságban a 2. helyen végzett. A nyári szünetet megelőzően azonban még volt egy megmérettetés a csapat számára, miután a Kote bejutott a Békés megyei kupa döntőjébe. Az elmúlt hétvégén szombaton, június 10-én játszották a mérkőzést, a Szabadkígyós csapata volt az ellenfél, és rendes játékidőben 1-1-es döntetlenre végeztek a csapatok. Ezt követték a 11-es büntetőrugások, melyben a szabadkígyósiak 4-3-ra jobbnak bizonyultak, így ők vihették haza a megyei kupát.
A Kondorosi fiúknak ebben a sorozatban is az ezüstérem jutott, melyhez ezúton is gratulálunk. Június 10-én szombaton a szórakozni vágyóknak is remek lehetőség nyílt, akik elmentek a Summer Party-ra, amely a Művelődési Házban került megrendezésre. Akik elmentek, nem csalódtak, mert ismét remek hangulat volt, és ezt a remek hangulatot átörökíthetik július 15-ére a Betyár Party-ra is. Köszönet a két DJ-nek, Olá Petinek és Kasnyik Marcinak. A pogácsa a magyar konyha jellegzetes, többnyire sós süteménye. Amikor vendégségbe, vacsorára megyünk, leggyakrabban a házigazdának egy kosár pogácsával kedveskedünk. A magyar népmesék vándorútra induló hősének is szívet melengető elesége az édesanyja által sütött pogácsa, amit útra valónak a talisznyába tettek. Az utóbbi években sokféle, gyorsan elkészíthető új étel honosodott meg nálunk. Ezek népszerűek, de az édesanyánk és nagymamánk által sütött pogácsát nem múlhatják felül, mert a legfontosabb alapanyagot gyúrják bele, a szeretetüket. Jókedvel készítették és örömmel kínálták gyermekeiknek, unokáiknak. Ilyen jókedvel és jó hangulatban készítik a betyárnapok alkalmával is a kondorosi asszonyok, lányok asszonyok a pogácsát a főtéren. Az idei 17. alkalommal megrendezett Betyárnapok a csárda mellett című rendezvényünkön is az egyik központi téma a pogácsa szaggatás lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szeretnék a tésztát gyúrni vagy szaggatni, illetve azokat is, akik nézőként szeretnének bekapcsolódni ebbe a programba. Ezzel kapcsolatban recepteket is gyűjtünk. Dr. Karhamelné Gyöngyi néni vezetésével működő helytörténeti kör az, akik gyűjtik ezeket a recepteket, amelyeket szeretnénk egy szép kötésű kiadványban megjelentetni a július 15-i betyárnapra. A receptek leadhatók a helytörténeti baráti kör tagjainak, vagy a Dérci Ferenc könyvtárban. A továbbiakban lássuk, hogy milyen programok várnak ránk a hétvégén. Június 17-én 9 órakor kerül sor a Petőfi István Általános Iskolában a 8. osztályosok ballagására. A szépnek ígérkező programra mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a tanárok, tanulók és az iskola dolgozói. Ugyanezen a napon, szintén szombaton délelőtt 10 órától kézműveskedés lesz a Dérci Ferenc könyvtárban. Ezúttal az érdeklődő gyerekek lampionokat és lámpásokat készíthetnek, amelyeket majd a későbbiekben a Szent Iváni alkalmával használhatnak. Szeretettel várunk minden érdeklődő kisgyerkőcöt. Június 22-én 10 óra 30 perckor tartja soron következő találkozóját a Baba Mama Klub. A helyszín a Kondorosi Többsincs óvoda és bölcsöde tornaterme. A találkozó témája a csecsemőkori bőrápolás és napvédelem, valamint a várandós és szülés utáni bőrápolás. A program előadója Szarvas Erika területi képviselő. Sok szeretettel várnak mindenkit a védőnők és a családsegítők. Végül egy távolabbi programra szeretnénk fölhívni a kedves nézőink figyelmét. Június 24-én szombaton Szent Ivánéi programra kerül sor. A rendezők a Dérci Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület és az Ifjúsági Önkéntes Közösségfejlesztő Műhely. A program a következő. 20 óra 30-kor gyülekező a polgármesteri hivatal előtt, majd zenés fáklyás felvonulás kezdődik 21 órakor a Varrodai tóhoz, ahol úszó mécseseket engedünk a vízre. Ezt követően a fáklyás menet tovább halad a sportpályára, a lovaspályához, ahol az érkezés követően a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület éjszakai lovas sóját tekinthetik meg a kilátogatók. A helyszínen tábortüzet is gyújtunk, ahol lehetőség lesz alma és szalonna sütésre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az év leghosszabb éjszakáján. Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!